parlament által elfogadott törvények döntő többsége nem felel meg a házszabálynak, tehát nem a házszabály megfelelően lett elfogadva, emiatt érvénytelen. Különösen felháborító volt a oktatási törvénynek, a középfogadáshoz való törvénynek az elfogadása. Gondoljuk bele, azt, hogy ez a törvény hát a lakosság a döntő többségét érinti. És az első olvasatban vita nélkül lett elfogadva. Vita nélkül. Hát ilyet én még nem láttam az életemben, de nem volt mód egyszerűen arra, hogy a képviselők kifejtsék a véleményüket a törvényről. Oktatási miniszterasszonynak a beszámolója 3 percig tartott. 3 percig tartott, és utána pedig még 3 percet kapott az oktatási bizottságnak az elnök, és utána pedig azonnal szavazásra tették ezt a törvényt. És aznap tűzték ki napirendre, tehát adhok jelleggel tűzték napirendre, mert azt jelentette, hogy a képviselők fel tudtak volna készülni arra nézve, hogy most melyik törvényt fogunk tárgyalni, hiszen nem volt benne a tárgysorozatban. És ha folytatják ezt az eszeveszett tempót, akkor még megtörténhet, hogy... Pontosan erre van szó, és ugye az, hogy minél nem volt elegendő szavazat, aztán majd 10-szer vagy 12-szer kellett a napirendre tűzést Parubinak, ami abszolút törvénytelen, hiszen a szavazás egyszer zajlik, nem lehet azt mondani, na még egyszer, és ez több mint 10-szer napirendre tették folyamatosan, és végül pedig vitanélkül elfogadták. Na, és nyilván nem olyan egyszerű a dolog, mert azért, ha nem is minden szabály, de igyekeznek valamit betartani, legalábbis reméljük. Most arra készül mindenki, hogy a módosító indítványait beadja, mi is erre készülünk. És annak azért meg kell tartani a második olvasatban a vitáját. Bár ez a csodák ország, itt bármi meg lehet.